Az UNICEF a gyermekbántalmazások gyakoriságát és súlyosságát tekintve a világ egyik legveszélyesebb helyei között tartja számon hazánkat. Egyes statisztikák szerint mintegy 200 ezer veszélyeztetett gyermek él ma Magyarországon. A családon belüli bántalmazás igen gyakori, az ilyen eseteket keresik és próbálják megoldani a család és gyermekjóléti szolgálatok. Ezek az egységek az adott területi, elsősorban járási lefedettségű központokhoz tartoznak, tájékoztatók. A televíziunkat a Nyíregyházi Intézmény vezető. A Nyíregyházi járás 15 településén a statisztikai adataink szerint 170 kiskorú esetében történt elhanyagolás, és 52 kiskorú esetében bántalmazás, ebből három szexuális zaklatás, szexuális erőszak. A szakember hozzátette, nem csak a szexuális, fizikai vagy lelki bántalmazás okozhat traumát egy gyermeknek, ugyanúgy az elhanyagolás is veszélyezteti a kiskorúakat. Én azt gondolom, hogy a bántalmazás mellett legalább ugyanolyan hangsúlyos az elhanyagolás, és azon belül is tudunk beszélni fizikai elhanyagolásról, érzelmi, lelki elhanyagolásról, illetve oktatási, nevelési. A tapasztalatok azt mutatják, hogy talán a leghangsúlyosabb az érzelmi elhanyagolás, amikor az a kiskorú nem kapja meg a családjában, a természetes támogató környezetében azt a szeretetet, azt az érzelmi töltetet, amivel egy egészséges felnőtté tud válni. A súlyos esetek hatósági eljárásokat vonnak maguk után, sok esetben kiemelik az érintett gyermeket a családból, van, amikor nevelőszülőkhöz vagy gyermekvédelmi intézménybe kerül a bántalmazott.